A 2024-2025-ös tanév jubileumi a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda életében, ugyanis ezen a néven 10. éve működik az oktatási intézmény. A kerek évfordulót pedig azzal is ünnepli az iskola, hogy az egyik osztálytermet iskola kápolnává alakítja át. Régi vágya volt ez már az intézménynek, és ez ebben az évben tud megvalósulni. Verez Zoltán atya, aki az iskolának a lelki vezetője, az ő közreműködésével, illetve Horváth Rémusz hitoktatónknak a tervei alapján. Az atya felterjesztette a fenntartó felé ezt az elgondolásunkat, és a fenntartó támogatta. Elkészítettük a terveket, elkészítettük a költségvetést, és így szeptemberben elindulhattak a kivitelezési munkálatok. Most abban a tanteremben állunk, amely terveink szerint a tanévnek a második felében elkészül, mint iskola kápolna. Hogy miért van erre szükség, mint ahogyan említettem, katolikus iskolaként 10. éve működünk, és úgy gondoljuk, hogy igyekezzünk minél közelebb hozni a gyerekeket az Istenhez, és ezért legyen egy olyan hely, ahová ha betérnek, akkor elcsendesedhetnek és imádkozhatnak. A munkálatok már szeptemberben elkezdődtek a valamikori osztályteremben, a tanév második felére pedig várhatóan el is készül, fel is szentelik az iskola kápolnát. Itt ebben a kápolnában osztályszentmiséket tervezünk, szentségimádásokat, különböző imádságokat, közösségi, vagy esetleg egyéni, ha valaki úgy érzi majd, hogy akár szünetben, akár tanítás előtt, tanítás után szüksége van erre. Én azt gondolom, hogy így most már a 10. jubileumi tanévben ugye eljutottunk odáig, hogy ténylegesen érezzük ennek a fontosságát, és ugyanakkor a szükségességét, hogy ténylegesen a Jóistenhez ezáltal is közelebb kerüljünk. Mert hát végső soron egy katolikus tanintézménynek ez is célja, hogy a tanulókat, a gyermekeket közelebb vigye a Jóistenhez. Amíg a Szent II. János Pál nevét viselő kápolna elkészül, a diákok a hittanórákon, a fali újságon és az iskola rádión keresztül ismerkedhetnek meg a Karol Wojtyla néven Lengyelországban született egyház fő életével, akit 1978-ban választottak meg a római katolikus egyház fejévé. 455 év után ő volt az első nem olasz származású pápa, egyben Szent Péter 263. utóda az egyház élén. A 2005 áprilisában elhunyt egyházfő avatta szentté, a magyar szentek közül Kingát, IV. Béla lányát és Hedviget, Nagy Lajos királylányát, de ő avatta boldoggá 2004-ben IV. Károly királyt is.